Le is harangozta a következő előadást Szerezi Péter Edítés a prolog, és ez tényleg egy fontos, nagyon fontos lépése Edit szakmai pályafutásának, mert elég sok később végzett tevékenysége is ez a prologvilághoz kapcsolódik, amit a Szerezi Pétertől, mint leghitelesebb forrásból fogunk most meghallgatni. Köszönöm szépen. Nehéz ennyi érdekes és érzelmekesen nélkülöző előadás után következni. De hát kezdjük a szakmai részével. Talán nem mindenki tudja, hogy mi az a prológ, úgyhogy mi is az a prológ? Hát a két rész, amiből összeáll, az a szó a programozás logikában, programming in logic, ugye hál' Istennek ez eléggé nemzetközi szavak, a logikai programozás irányzat fő programozási nyelve, ami a deklarativitást hangsúlyozza, ami szokatlan a programozásban, mert hiszen a számítógépek, vagy annak idején, ahogy még a eljött korszakban számológépeknek neveztük őket, azok meg felszólító parancsokat adunk a gépeknek, ezzel szemben meglepő módon lehet, hogy mondjam, kijelentő módban is beszélgetni a gépekkel. Nagyon is matematikai szemléletet igénylő módon, de tehát talán szokatlanul, de ugyanakkor sokkal eredményesebb módon lehet ezt a paradigmát, ahogy Edith is mondaná, használni nehezebb feladatok megoldására. Egy prolog program az tulajdonképpen kétféleképpen is szemlélhető. Lehet úgy nézni rá, mint egy tételbizonyítási folyamatra, és úgy is, mint egy eljárásszervezésre, mintaillesztésen alapuló eljárásszervezésre, amit egy visszalépéses keresés automatikusan, amely mellett egy visszalépéses keresés is automatikusan végrehajtódik, tehát keresési feladatok megoldására nagyon jól használható. A prolog két atya, egy francia Alan Kolmenauer és egy lengyel származású amerikai állampolgár, de Angliában élő, Edinburgh-ban is mondom, hogy Robert Kowalski. 1972-ben készült az első prolog megvalósítás. Idén van az 50. születésnapja a prolognak. A prolog évének deklarálta ezt az évet a Association for Logic Programming, hát nyilván nem a világvezető hatalmai, de a prolog szakmai közösség, és november 10-én Párizsban lesz egy prolog nap. Itt van a link, ugye ezek a szlájdok majd gondolom fönn lesznek az ITF honlapján, tehát akit érdekel, utána tud menni, illetve készült, Alan Kolmenauer sajnos 5 éve meghalt, és egy emlékvideó készült róla, amit szintén, ha valaki érdekel a prolog eredete, akkor meg tud nézni. Hogyan került a prolog Magyarországra? A prologot eleinte főleg Edinburgh-ban használták, Anglia, Skóciában, és Gergely Tamás, Németh István, André Kajnának voltak ottani kapcsolatai, és így jutott el Magyarországra a Nimigüszi szoftverfejlesztési osztályára, ahol szintén egy, hogy újabb kapcsolódási pontok legyenek, az eljött 803B számológép üzemelt lyukszallaggal, és nekem az a nagy fórum volt, hogy én már 1966-ban harmadikos gimnazista koromban elkezdhettem ott programozni, úgyhogy én is megtapasztaltam ezt a lyukszallagos telexgépes üzemmódot. Ami 74-ben érkezett Magyarországra, ez egy nagyméretű kártyacsomag volt, és viszonylag csekély dokumentáció, és egyik kollégám volt megbízva ennek a föltámasztásába, ez egy Fortran nyelvű program volt. De ugyanakkor ezzel párhuzamosan a Nimigüsziben már többen foglalkoztak automatikus tételbizonyítással, ami a prolog alapja, illetve programhelyességbizonyítással, mégpedig egy úgynevezett CDL környezetben.
ahol és miután nehezen ment a Fortran program átírása, ilyen különböző bitméretű gépekről volt szó, ezért sikerült kicsit partizán módszerekkel elkészíteni egy prolog interpretet CDL-ben 75 májusában, és ez annyira sikeres volt, hogy 1980-ra Magyarország a prolog alkalmazások nagy hatalma lett, amiben Editnek is, pontosabban ennek a dokumentálásában nagy szerepe volt Editnek, de ő is hozzájárult nagyon sok mindennel ehhez. Tehát tulajdonképpen a 70-es évek második felében a prolog valamilyen módon ilyen hungarikummá vált. 80-ban Debrecenben az első nemzetközi workshopot tartottuk 130 résztvevővel. 93. júniusában volt a 82-ben indult International Conference of Logic, on Logic Programming, ennek a tizedik kiadása, a jubileumi kiadása, 12-ben megint eljött a konferencia Budapestre. Ennyit a prologról, és beszéljünk most az Editről. Hát ő neki eléggé megvolt a háttere ahhoz, hogy a számítás, tudomány, számítás technika és a matematikai oldal kapcsolatát értékelje, és hát tulajdonképpen, amiről Zsuzsa már beszélt, a struktúrált absztrakt modellek is ebbe az irányba mutatott. És 77. szeptemberében találkoztam emlékeim szerint úgy munkatársként a Edittel az SKI elméleti labor csapatában. Ebben az időszakban történt egy második, különböző ilyen pályázati pénzekből főleg, egy második prologrendszer kidolgozása, amit később M-prologra kereszteltünk, amit lehet modulárisnak vagy magyarnak is hívni az M-betűt. Tehát részben ennek a fejlesztése, részben pedig az alkalmazás sok támogatása. Viszonylag sokféle érdekes feladat adódott az alkalmazásoknál, tehát a magyar prolog sokkal kiterjedtebb volt, mint a sokkal kiterjedtebb beépített eljárásgyűjteménnyel rendelkezett, mint az eredeti francia. Edit sokat dolgozott azon, hogy összegyűjtse a különböző alkalmazásoknak a dokumentációit és kívánatokat készítsen róla. És a debreceni workshopon előadtunk egy ilyen áttekintő cikket a több tucatnyi 30-40 prolog alkalmazásról. Ennek a konferenciának volt egy proceedings-e, de a cikkek egy részéből egy kötet, egy könyvet is kiadottak az Academic Press kiadónál, és itt van maga a kötet is, amit csak elefántos könyvnek szoktunk hívni. Az Edit által jegyzett cikk az egyetlen magyar cikként jelent meg, de a sok alkalmazás, sok hivatkozás miatt a könyvnek a végén van egy 31 oldalas, vagy 21 oldalas bibliográfia, tehát egy közös irodalomjegyzéke van 21 oldalon keresztül, és ennek végignéztem, egyetlen egy oldalán nincs magyar hivatkozás. Úgyhogy ez mutatja, hogy azért egy óriási munka volt ezeket az alkalmazásokat létrehozni, de összegyűjteni, és olyan formába hozni, hogy ez elfogadható legyen a prolog konferencia, vagy a prolog társadalom számára. Zsuzsa is említette, hogy a VDM, a Vienna Development Method, amit egy Dines Björner nevű dán professzor fejlesztett ki még a bécsi tartózkodása alatt, ennek egy prologizált változata az LDM, amiben az Edit komoly szerepet vállalt a fejlesztésében.
tehát itt nem csak cikk tanulmány, de működőképes fejlesztési eszköz is készült, tehát a korábbiakhoz képest itt megpróbáltuk azt a technológiát prototípus, vagy legalábbis mintapad jellegű alkalmazás sok formájára vagy szintjére hozni, tehát hogy ki lehessen próbálni bizonyos dolgokat az alkalmazás viselkedéséről még a tervezési fázisban. És hát tulajdonképpen Edith mellett Balogh Kálmán, Farkas Zsuzsa és én fejlesztettük ezt az LDM-et. A másik fontos területe Edithnek a prolog alkalmazások fejlesztése volt, különösen a szakértőrendszerek shelljei, tehát keretrendszerei, és ezen belül a konkrét szakértői rendszerek, amiről Jávor András fog a következő előadásban beszélni. A 93-ban Edith nyugdíjba vonult, de továbbra is, hogy mondjam, a prolog bűvkörében élt, és népszerűsítette a prolog nyelvet és alkalmazási lehetőségeit. Ugyanezt tette Edith az NIST mesterséges intelligencia szakosztályában. 2000-es években egy konferencia sorozatot rendeztünk ebben a szakosztályban, IRFIX néven, Intelligens Rendszerek Fiatal Kutatók Szimpóziuma címmel, és ebben is nagyon fontos szerepet játszott Edith. És hát búcsúzóul és emlékezésül egy sudoku feladványt mutatnék nektek, önöknek, ami Edith-et idézi. Ez egy olyan variáns, amit úgynevezett termosudoku variáns, ami egy viszonylag közismert variáns, de annak egy al esetéről van itt szó. Az alapszabálya ennek, hogy egyrészt hát az alapvető sudoku szabályok érvényesek minden sorban, oszlopban és a vastag vonalakkal határolt 3x3-as kis nézetekben a 1-9 számjegyek pontosan egyszer kell, hogy előforduljanak. És vannak ezek a hőmérők, amiknek a higany szála ugye fölfelé csúszik, és a hagyományos termosudokuk, ugye az angol irodalomban vagy az angol nyelven ezt így becézik termosudokunak, úgy működnek, hogy a hőmérő mentén az alját jelző körtől kiindulva a számoknak növekedniük kell. Ez persze azt jelenteni, hogy egy ilyen 9 hosszú, esetleg visszamegyünk az előző nagyobb ábrába, ez hogyha egy ilyen hagyományos hőmérő lenne, az azt jelenteni, hogy világít? Nem világít? Középsőt kell nyomni, bocsánat. Ezen végigmennék, ha összeszámolják, akkor ez 9 cella, tehát azt jelenteni, hogy egy ilyen hőmérőn csak az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sorrendben lehetnének a számok. Ehhez képest a variáns ezt a sorrendiséget nem követeli meg, hanem csak külön-külön a páros és a páratlan számokra követeli meg. A különböző párosságú számjegyek sorrendjére nincs megkötés. Tehát mondjuk egy 7 hosszúságú hőmérőn, ugye színkódoltam itt a páros számokat pirossal, a páratlan számokat kékkel, 2, 4, 6, 8, ha kiolvassuk a pirosokat, 1, 3, 7 a páratlanok, mindegyike növekedő, de hogy ezeknek a sorrendje összekeverhető, tehát hogy a kettest előre oszthatnám ide az egyes és a hármas közé, vagy a hármas és a négyes közé, bocsánat, a kettest előre oszthatnám, de tovább nem vihetem, mert a négyestől már balra kell legyen, és ezt mutatok egy pár további sorrendet is. Tehát ez egy izgalmas variáns, ami még az a megjegyzés, hogy van olyan eset, amikor a hőmérő elágazik, akkor például a T-ben vagy az E-ben, akkor értelemszerűen minden úton érvényesülnie kell ennek a szabálynak, tehát a körtől kiindulva ezen a vonalon is, meg ezen a vonalon is érvényesülnie kell. És hát próbáltam ugye a megadott számok is, az Edithet idézik, a születésnapját, a életkorát, és még vannak ezek a további számok, amiket az ITF honlapjáról vettem, mindenki nézze meg ott, hogy mit jelentenek azok a számok. Köszönöm szépen! Egy utolsó megjegyzés, ahogy itt nézegettem
hagyatékot, vagy valamilyen szinten a prológgal kapcsolatos hagyatéka az SKI csapatnak az hozzám került. Itt a műegyetemen egy viszonylag nagy tárolóhelyet foglal el, és hát persze megtaláltam Editnek néhány csomagját. Itt is már egy olyan csomag, hogy rá van írva, hogy SP11. Én nem tudom igazán elolvasni, mert meg a nevem sincsen, sehol se benne, mert cirill betűkkel van írva, majd megkérem azokat, akik tudnak esetleg ukránul olvasni, vagy oroszul. De valamilyen okból az én nevem van ráírva, vagy SP11, úgyhogy izgalmas kérdés. A másik pedig pont az LDM cikk, és még Edit írásával oda van írva, hogy hol jelent meg. Ezt itt hagyom, hogyha valakit esetleg érdekel, meg az elefántos könyvet, amíg itt vagyunk, addig nyugodtan szünetben meg lehet nézni. Köszönöm szépen!